Legkésőbb ezen a héten már a postaládákban landolnak a június 9-i önkormányzati és EP választásról szóló értesítők. A Nemzeti Választási Iroda levelében szerepel, hogy a szavazásra jogosult mely választás névjegyzékében szerepel, és melyik szavazókörben élhet majd a választójogával. Ha valaki nem kapja meg a levelet, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti a gondot, aki ekkor új értesítőt állít ki. 2024. június 9-e az a dátum, amikor az Európai Parlament tagjainak választása, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napja lesz. Ezzel kapcsolatosan a választópolgárok múlt héttől kezdődően országosan az értesítőket készhez kaphatták. Aki még nem kapta esetleg készhez, még ezen a héten péntekig ez meg fog történni. Itt szeretném jelezni, hogy aki ezen dátumot követően mégsem kapja meg az értesítőt, ők a helyi választási irodánál tudnak érdeklődni, jelen esetben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban Molnár Horváth Andrea kolléganőmet lehet keresni az 563-230-as telefonszámon, és emellett természetesen a jegyzőkukac@hajduboszormeny.hu e-mail címen is lehet érdeklődni. A dátumokat illetően ebben az értesítőben is szerepel az, hogy 2024. május 31. 4 óráig lehet jelezni azon választópolgárokat, akik valamilyen nemzetiséghez tartozónak érzik magukat, és szeretnének részt venni a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. Ezen időpontig tudják jelezni, hogy ezen névjegyzékbe ők belekerülhessenek, hiszen június 9-én a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is meg fog történni. Ezen túlmenően ez az a dátum, tehát május 31-e 4 óra, amely dátumig lehet jelezni azt, aki nem fog Hajdúböszörményben tartózkodni, de az ország területén valamely más településen szeretne szavazni, szavazatát leadni, és így az átjelentkezés segítségével tudja ezt megtenni. Valamint, aki külföld, már most tudja, hogy külföldön fog tartózkodni, szintén május 31-ig tudja részünkre jelezni, hogy ők nem Hajdúböszörményben, hanem külföldön szeretnék szavazatukat leadni. Emellett ugye az értesítőben szerepel, hogy továbbra is a mozgásában korlátozott személyek mozgóurnát vehetnek igénybe, folyamatosan be lehet nyújtani hozzánk a kérelmet, levélben, személyesen kézbesítő útján. Itt is nagyon fontos az, hogy akik elektronikus azonosítással nem rendelkeznek, vagy postai úton szeretnék benyújtani, ott figyeljenek, hogy 24. június 5-éig beérkezzen ez a kérelem. Azonban kézbesítő útján még a szavazás napján is 12 óráig lehet ezt a kérelmet jelezni, így mindenki részt tud venni a választás napján a szavazás során. Nagyon fontos még az okmányoknak a megnézése, vizsgálata, hiszen az értesítőben szerepel az, hogy két fontos kritériumnak kell megfelelni annak, aki részt szeretne venni a választáson, a szavazatát leszeretné adni. Egyrészt a személyazonosságot kell igazolni, másrészt pedig az, hogy ő az az illető, azzal a lakcímmel rendelkezik, aki a névjegyzékben szerepel. Nevezetesen ugye ez a lakcím igazolvány, és emellett a személyazonosításra alkalmas a személyazonosító igazolvány, az útlevél, illetve a jogos. Nagyon fontos, hogy érvényes okmányokkal kell rendelkezni, tehát aki úgy látja, hogy valamelyik dokumentuma igazolványa lejárt, akkor fel tudja keresni a kormányablak valamelyikét, és még tudja ezen időpontig érvényesítetni az okmányait. A határidők mellett a maga a helyszínek megjelölése is megtalálhatóak az értesítőben. Itt szeretném jelezni, hogy a szavazókörökön módosítás nem történt, tehát 27 szavazókörben adhatják le szavazataikat Hajdúböszörményben a választópolgárok, és maga a szavazókörök helyszíne sem változott, így az értesítőben a megszokott helyszínek fognak szerepelni.